Szakik! Na, újra tervezés. Szóval, sziasztok, Matilda vagyok, a mai videó pedig egy tavaszi booktag videó lesz, amire Avilda hívott ki a Cedarbor csatornáról, és az ő videóját be fogom linkelni. Avilda hívott ki erre a kihívásra, amit innen is még egyszer nagyon szépen köszönök neki, és ez egy ilyen tavaszi booktag lesz, mint ahogy már mondtam a videó elején. Kicsit úgy érzem, az időjárás annyira nem tükrözi a tavasziasságot, mert jelenleg fullosan be van borulva, lóg az eső lába, hideg van, megfagyok, még mindig téli pulcsit hordok így május közepén, úgyhogy én már nagyon szeretném, hogyha jó idő lenne. Mert jelenleg egy ilyen hibernáló mackónak érzem magam, mert hogy hideg van, és csak így be vagyok takarózva 0-24-ben, és öltözve, és már így kicsit kezd elegem lenni a hidegből. És bár május vége lesz, mire ez a videó kimegy, nem baj, még tavasz lesz, mikor ez a videó kimegy, úgyhogy egy kis tavaszias hangulatot hozunk, hát ha végre a meleg is megjön. Nem kell a 40 fok, csak egy ilyen 22 fokot szeretnék, csak ennyit kérek. Ne fagyjon be a hátsó. Szóval nézzük is a kérdéseket ehhez a taghez. Az első kérdésünk nem más, mint hogy bárhová nézel, minden virágzik, tehát mutass egy könyvet, aminek a borítóján virágok vannak, és erre egyből az első gondolatom az Elix E. Herótól volt, a 10.000 ajtó, amit a mai napig nem olvastam, de nagyon-nagyon szép a borító, és én nagyon szép kis virágos. Az egész nagyon-nagyon szép ez a borító, hogy egyszer végre el is olvasom. Nézd, már ebbe is benne van még a számla. Könyvhéten vettem, és látszik, hogy nem volt még nagyon kinyitva. A második kérdés, a tavasz nagyszerű idő egy kis kiruccanásra, egy könyv, amit utazás közben olvasnál. Oké, nem tudok olvasni. Szóval én amikor összeírtam ezt a teget, akkor én itt azt olvasom, hogy utazás közben olvastál. Tehát egy olyan könyvet hoztam ide, amit utazás közben olvastam. Ami a To Can Keep a Secret, azaz Tartsd meg a titkot magyarul, Kerenem McManustől, mert ezt konkrétan egy ilyen erdélyes buszos túra alkalmával olvastam ki a buszon. Meg akartam mondani, hogy bármelyik Wings of Fire könyv, vagy bármelyik hangos könyv, amit így valaha hallgattam, mert kb. Minden hangos könyvemet buszozás közben hallgattam ki. Jó, de akkor újra tervezés, egy könyv, amit utazás közben olvasnék. Bármi könyv egyébként, ami nálam van, mert hogy így, hogyha világos van, és nem leszek rosszul közben, akkor gyakorlatilag bármit olvasok, de akkor mondom, akármelyik Wings of Fire könyv, mert azokat általában hangos könyvezem, szóval most a Dangerous Gift következik a sorban, úgyhogy legyen az. Kicsit kaotikusnak érzem ezt a mai videózásomat, mert így életkedvem az nulla, részben az időtől, részben minden mástól, de hogy én próbálkozom. Harmadik kérdés, ki ne szeretne egy kis tavaszi fellángolást, egy könyv, amivel egy rövid ideig megszállott voltál, de aztán lassan félretetted? Ezt ilyen szabad értelmezésbe fogom, mert tehát én ezt úgy értelmezem ezt a kérdést, hogy egy könyv, amit mondjuk ugye végigolvastam, és úgy olvasás után nagyon így bennem volt, aztán így elfelejtettem utána, mint ha meg se történt volna. És ami nekem ide beugrott, az a Girls of Paper and Fire volt Natasha Gunn-tól, mert ez volt az első BookTube könyvklub közös könyv, amit olvastam. És szerettem ezt a könyvet, kicsit traumatikus volt, mert hogy a nemi erőszak témája az eléggé benne van ebben a könyvben, és durva. És tudom, hogy a kibeszélőn is szó volt, azt hiszem már róla, hogy tudom, azt hiszem, jó van Matildától, de... De akkor is így bennem volt, hogy hú, majd ezt folytatni kell, csak nem tudom, hogy akkor nem volt még kint a folytatás, vagy már kint volt a második rész. Mindegy, ott beszéltük is, hogy érdekelne minket nagyon a folytatás, és akkor ott utána, miután olvastam ezt a könyvet, még nagyon bennem volt, azóta meg már nagyon nem, és azóta eltelt 3 év. És nem hiszem, hogy folytatni fogom. Mármint újra kéne olvasnom az elsőt, mert így emlékszem főpontokra belőle, de nem tudom, hogy érdekelne annyira, hogy folytassam. Borka, tudom, hogy tovább olvasta a második részt, de azt hiszem a harmadikat még ő se olvasta. Szóval ezt ilyen nagyon tavaszi fellángolásnak érzem, csak az egy nyári fellángolás volt, mert nyáron olvastam. Negyedik,
Mindenki szereti a frissen nyírt fű illatát, de nem mindig. Egy könyv, ami megszemélyesít egy középkorú apukát, aki reggel 7 órakor szombaton elkezd füvet nyírni, amikor aludnia kéne, mint mindenki másnak. Erre nem igazán tudtam, hogy mi lenne a megfelelő, mert hogy vannak ilyen miért könyvek nyilván, amiket olvastam, mint mondjuk a Stage Dive vlogjaim úgy érzem azért legendásak, meg van egy-kettő, ami ilyen nagyon miért könyv volt, de ha már arról van szó, hogy így, mert én szeretem egyébként a frissen nyírt fű illatát, de hogy ha olyasmi, ami így van az az időpont, amikor nem jó, vagy nagyon idegesítő, nekem kicsit a Nicola Jungtól a Nap is csillag jutott ehhez eszembe. Ez a könyv nem volt rossz, viszont volt benne egy olyan tróp, amit én nagyon nem szeretek, ez pedig ez az instant szerelem, mert hogy ugye ennek a könyvnek gyakorlatilag az a sztoria, hogy Natasának ez az utolsó napja New Yorkban, mert hogy a családját deportálják, mert hogy kicsit illegális bevándorlók, vagy már lejárt a zöld kártyájuk, nem tudom, már nagyon régen olvastam ezt a könyvet, és találkozik Daniellel, és ezt az utolsó napot együtt töltik, és az alatt az egy nap alatt, gyakorlatilag kevesebb, mint 24 óra alatt kávé, de hogy így 24 óra alatt olyan fülig szerelmesek lesznek, és ezt nagyon nem tudtam átélni ebben a könyvben, ami miatt egy viszonylag csalódás volt számomra. 5. Egy hirtelen jött zivatar talán elronthatja a kinti terveidet, de a nap újra kisüt. Hát itt nem nagyon akar kisütni egyébként. Egy könyv, ami szomorúvá tett, de a végén mégis elmúlt a ború. Ezt konkrétan a videó előtt változtattam meg, mert a 12. részét akartam az Így neveld a sárkányodatnak, mert hogy azon zokogtam, de aztán rájöttem, hogy nem, annak a végén nem voltam boldog. Úgyhogy egy másik könyvet választottam, ez pont most volt közös könyv a BookTube könyvklubban, én nem olvastam, de nagyon emlékszem, hogy tehát ez egy baromi mélabús kötet, tehát ez ilyen mélabús, miközben olvasod. És amikor én ezt a könyvet olvastam, én is nagyon mélabús voltam, és a tavaszi zivatarról konkrétan az jut eszembe, mert amikor én ezt a könyvet olvastam, mit tudom én, 2020 április körül, azt hiszem, március, április, május valahol így volt, és az volt, hogy nem szakadt az eső, de esett az eső elég rendesen, úgyhogy kiültem a kertbe, a garázstető alatt van a hintaágyunk, és akkor kiültem, és konkrétan a csöpögő, szemerkélő, nem tudom, szitáló, olyan közepes erősséggel esőben ültem le, és olvastam ezt a könyvet, és ahhoz az egészhez nagyon passzolt a hangulata, ez a kis mélabussághoz, meg nagyon mélabús a kötet, majdnem végig, de hogy a végére már nem vagy annyira szomorú, mint mikor elkezded. Szóval ez egy tökéletesen leírja ez a pont, ezt a könyvet. Főleg, hogyha elsőben olvassa az ember, miközben dep is. Ja. Hogy kell? 6. Ez az évnek az a szakasza, amikor az állatok felébrednek a téli álomból, egy könyv, ami kihúzott az olvasási válságból. Ami kb. A legfrissebb példám szerintem az a Sárkányok könyve. Tavaly májusban olvastam, szintén BookTube könyvklub közös könyv. Meglepően sok BookTube könyvklub közös könyvet mondok ebben a videóban. Ez azért volt jó, mert tavaly is ugye a szakdogázás közben, minden közben is kicsit már szenvedtem az olvasással. Még mindig tart egyébként az a folyamat, tehát nem azt mondom, hogy 100%-osan kihúzott, de azért volt nagyon jó a Sárkányok könyvét olvasni, mert ez egy novellás kötet. És szerintem pont azért van az néha, hogy küzdik az ember az olvasással, hogy egy 200-300-400 plusz oldalas hosszabb regényhez nagyobb elköteleződés kell, úgymond. Míg egy 400 oldalas novellás kötetnek megvan az az előnye, hogyha éppen csak azt a 30 oldalas novellát van kedved elolvasni, azt elolvasod, és utána hetekre félrerakhatod, és nem jelent problémát, hogy a következő novellánál nem emlékszel az előző novella világépítésére, vagy a nevekre, vagy valami, mert hogy ez egy másik sztori lesz. És ilyen szempontból nagyon szerettem a Sárkányok könyvét, meg Sárkányos, és így tök jól tudtam vele haladni. Ahhoz képest, hogy azért nem kis példányról beszélünk, és viszonylag sűrűn van szedve a nyomtatása is. 7. A diákok megkönnyebbülten sóhajtanak fel a tavaszi szünet közelettével, egy könyv, aminek baráti társaságával szívesen eltöltenéd a tavaszi szünetet. Nem hiszem, hogy ez bárkit meglep. Mennénk szörnyeket ölni együtt. Szóval igen, a Percy Jackson csapattal bármikor, bárhova.
Közben nyitva maradt az ajtóm, és járkálnak a házban emberek, úgyhogy ha bármi háttérzaj van, bocsánat. Kaotikus állapotok vannak. Tehát amit becsukom az ajtót. 8. A tavasz az újjászületésről szól. Szóval, a tavasz az újjászületésről és a virágzásról szól. Egy könyv, amitől több lettél vagy fejlesztett. Ide mondok többet is. Fák titkos élete, egy élet a bolygónkon, és a The Five. És most, hogy becsuktam az ajtót, víz hangzik a szobám. Csodálatos. Ez egy csodálatosan kaotikus videó lesz. Oké, kis hangtompítás után. Engedjük el a mai napot. 9. Egy piknik a parkban, tökéletes tavaszi tevékenység. Egy könyv, aminek egy szereplője tökéletes kosarat állítana össze. Erre azonnal Dr. Schaff jutott eszembe a kicsi dühös bolygóból. Szeretném, ha Dr. Schaff összerakna nekem egy piknik kosarat. Ugye a hajó legénységének ő a szakácsa. És én megkóstolnám ezeket az alien kajákat, mert jól hangzanak. És állítólag finomak is, úgyhogy Dr. Schaff. És ezzel még a Vilda is szerintem egyet tudna érteni, pedig ő nem szerette a kicsi dühös bolygót. De Dr. Schaffet tudom, hogy szerette. És az utolsó 10. kérdés. Sokaknak a tavasz az első fellélegzés a melankólikus tél után. Egy könyv, ami maga volt a fényes meleg napsugár. És most nem nagyon sokat mondom ezt a könyvet, de az egyik az a Tweet Cute. De mondhatnám a legendás lattékat is. Vagy a Kerjont, vagy még pár másik könyvet, de most a Tweet Cute-ot fogom mondani, mert ez egy nagyon kedves, kicsit felnövés történet is, mert végzősök benne a gyerekek, végzősök benne a szereplők, de közben vicces, meg romantikus, és nekem a kis lelkemnek nagyon jól esett, mikor ezt olvastam. Úgyhogy Tweet Cute. Meg még egy csomó másik könyv is, amit tudnék mondani, de egyet kellett választani, vagy próbáltam egyet. Igen. És ott a nagy a hangtechnikai dolgokban elfelejtettem mondani, hogy a fejlesztős könyveknél, hogy nem mindegy, azokról sokat beszéltem már, de hogy mindegyik olyan volt, hogy azért nagy hatással volt rám, úgyhogy azért oda hármat mondtam. Ja Istenem, ez a videó, engedjük el, ilyen lesz, ez most egy kicsit ilyen kaotikus tavaszi buktág, mert hogy a tavasz is egy elég kaotikus évszak, mert hol 10 fok van, hol 20 fok, hol szakad az eső, hol megdög lesz, mert süt a nap, úgyhogy ez egy pontosan hasonló hangulatú videóvá vált. Úgyhogy köszönöm a Vildának még egyszer, hogy kihívott erre a tagre, szerintem egyébként nagyon kis kreatív módon voltak a pontok megfogalmazva, mert a középkorú fűnyírós apukás az így zseni egyébként, úgyhogy tök jó az a tag, nekem nagyon tetszik. Ha gondoljátok, kommentben is töltsétek ki, hogy milyen könyveket választanátok az adott pontokra. És hát, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára, és reméljük, hogy hamarosan, vagy mire ez a videó kimegy, már normális tavasz van, vagy kicsit melegebb, és nem még a 40 fokos nyári hőség, amiben megpusztulunk. Úgyhogy, hogy kéne most befejezni, mert nem így szoktam. Sziasztok, találkozunk a következő alkalommal!